Szervusztok, kedves nézőink! Elérkezett az idő, hogy egy újabb havi gasztro kedvencekről beszámoljunk. Sziasztok! Végre lehet utazni, végre utazós videók vannak, nem csak itt ülünk, de ezt az egy sorozatot azért akkor is megcsináljuk itthon ülve, hogyha már... Ha fene-fené teszik, akkor igen, is. Igen, és most ez az... Ez most az. Ez most az. Egy icipicit meg vagyunk vele csúszva, pontosan azért, amit a Peti is mondott, mert hogy utazunk és előrébb valónak gondoljuk az utazós tartalmakat, viszont hát mindegy nektek, nem? Tehát, hogy attól, hogy mi ezteket májusba szerettük, ti június közepén is szerethetitek. Jó. Oké, csapjunk is bele a lecsóba, mert rengeteg dolog van ismételten a listánkon. Kezdjük a retro vonallal. Kezdjük azzal, ami úgy júniusra is illik. Ez maga a retro, ami most jön, és azért nem engedtem megenni Petinek, hogy még így videóban meg tudjuk mutatni. Töltött káposztaszagalon. Igen, egy kicsit. Ez igen, nem kaktusz. Nem kaktusz, de az. Átnevezték időközben? Igen. De hogy lehetett átnevezni a kaktuszt? Nem tudom, de én lepróbáltam, és az. Az a rágógumi és pattogó cukros tető. Atya ég. Ez a... Így kell szopkodni. Most mi a neve? Pop. Pop. És megmutatod a másikat, ami benne van? Az egy Twister. A Twister az egy kicsit kisebb méretű, mint ami szokott lenni, és egy ilyen dobozban 6 darab van. És hát ez nem tudom. Ez az a cucc, amit így, hogyha gyereked van, akkor ezzel meg tudod mutatni neki a saját gyerekkorodat, nem? Derégettem Twistert. 10 éve. Én nem tudom, hogy ezt miért szereti az ember ennyire, de én is nagyon szeretem. Szóval, és ugye nem csak ez a szép ebben a dologban, amint hogy finom meg nekünk ilyen emlékeket hoz elő, hanem ez a kifejezetten jó árasított Algida dolog. Van még két olyan terméke az Algidának, amilyen igazán jó áras. Az egyik ez a csoki vanília fagylalt, abból is van még, a csokiból. A másik meg a pálcikás, ami csokis, meg epres, azt hiszem. És ezek mind ilyen pénztárcabarát megoldások. Úgyhogy, na ezt aztán tényleg mindenkinek tudjuk ajánlani. És Peti el is szopta a Twistert. Elszoptam tőle, na. Egy kicsit csalásnak érzem azt, ami most jön, mert vitaminokról és étrendkiegészítőkről lesz szó, de végül is finomak, meg hát esszük őket, úgyhogy miért ne lehetne a gasztrokedvencekbe. Van egy rész, ami inkább Petihez kapcsolódik, és van egy, ami inkább hozzám, úgyhogy nézzük most meg azt, amit Peti fogyaszgat már egy ideje. Jött egy csomag, leginkább Adrinak amúgy, mert hogy kedves Adrián, így szól. Nagy atlétikus. A Biotech-től érkezett a csomag, és ugye az az apropója, hogy a vegáknak és vegánoknak szánt termékpalettát bővítették. És amúgy én ránéztem a honlapjukra, és elég sok minden van, ami tényleg vegán vagy vegetáriánus barát, és ebből kaptunk egy ilyen kis ízelítőt, úgymond. És hát azért mondtuk, hogy, vagy mondom azt, hogy ez inkább Peti kedvence, vagy kedvencei lesz, vagy valami ilyesmi, mert hogy azért ő sportol, és neki jobban van szüksége azokra a dolgokra, amik itt lesznek. Voltak benne vegán proteinek. Ezeket még nem kóstoltad, nem? Nem. De azért mutassuk meg így egybe a csomagot. Vanília. Nézd felé, mutasd. Banán, kávé, mogyoró. Meg itt még egy volt. Nem? Forest fruit. Igen, szóval vannak benne ilyen vegán proteinek. Ezeket majd Péter kipróbálja, aztán ha igény van rá, akkor nyilatkozik róla. Igen. Van itt ez a BCAA, amit edzés után? Igen, igen, igen. Ez, hogy ez ilyen jó hidratáló ügy, nem? Nem, ez nem, nem. A hidratálás, bonyolult ez. Na mindegy. Aki ismeri ezt a dolgot, azt tudja, hogy mire van.
De amúgy nekem azért tetszik, mert hogy ez egy jegeste a ízű cucc, és ezt majd egyszer valami kirándulásra elviszünk magunkkal, és ezt együtt fogjuk. Jó. Egy kirándulás után, előtt, mit tudom én mikor fogyasztani, cukormentes, fantasztikus, aztán van itt ilyen nagy zacskós vegán protein, igen, ez a csokis fahéjas. Ezt is már tolhatod. Igen. Tesóm. És akkor mit vannak itt? Proteinbár. Proteinbárok. Meg még valami apró volt benne, én úgy emlékeztem. Ja, igen, ebből a BCAA-ból van egy ilyen kis minta a citromos verzióból is, mert ez a nagy, ez a barackos. És amit már el is kezdett használni Péter, az ez mire van? Hát ezek az eszenciális aminosavak, amiket nem feltétlenül viszel be a szervezetedbe, azokat pótolhatod. Én napi kettő kell belőle, és elég passzú egy kapszula, úgyhogy ezért van ilyen nagy dobozkába. És hát itt van a vegán multivitamin, ugye, amit bárkinek bárhogy lehet tolni étrendkiegészítőnek, és ez is vegánul, ami tök jó. És amúgy azt gondolom, hogyha amikor ilyen könnyen elérhetők a vegán verziók is, tehát ahogy egyre több cég gondol a vegánokra, és sok dolgot legyárt így, akkor akár húsevőként is jó ötlet lehet bizonyos dolgokat vegán verzióba fogyasztani. Mert egy multivitamin az multivitamin, nem fogod megérezni azt, hogy vegán vagy nem vegán, ugyanúgy benne lesznek azok a dolgok, amire szükséged van, és legalább akkor egy lépéssel közelebb vagy ahhoz, ami jó a környezetnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a csomagot. Igen, tudom, ez még egyelőre nem igazi kedvenc, hiszen nem fogyasztottuk el az egészet, de alapvetően mi már ennek a gondolatmenetnek, meg ennek a kezdeményezésnek is nagyon örülünk, úgyhogy ezért szerettük volna nektek itt bemutatni. És nincsen semmiféle kuponkódunk, jó? És akkor jöjjenek az én kedvenceim, ami... Jaj, egy kicsit ilyen picsa dolog, úgy érzem. Picsa dolog. Ez igen. Nem, mint a katona dolog, csak lányban, nem? Igen, ez ilyen picsás dolog, de... Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki szeretne vitaminokat szedni, de valahogy el-elfelejti mindig. Tehát ki van készítve az adag, oda van téve a doboz, de valahogy mégis el-elfelejti az ember, azért, mert nem olyan vonzó lenyelni ezeket a vitaminokat. És én ezért rászoktattam magam a felnőtt gumivitaminra. Mert az az igazság, hogyha gumivitamin van az asztalomon, az tuti, hogy meg akarom enni a napi adagot. Sőt, még lehet, hogy többet is meg akarok belőle enni. És hát drágák ezek a gumivitaminok. Vagy nem olcsók. És bár van belőlük most már elég sokféle a piacon, ez úgy megterheli az ember pénztárcáját, úgyhogy... Én ezt is Amerikából rendelem. Volt már egy videónk a piping, rokkos dolgokkal kapcsolatban, azt hiszem a melatonin miatt. Arról beszéltünk akkor, hogy azt mi onnan szoktuk rendelni meg még egy-két dolgot, és az utóbbi időben nagyon durván rákaptam a gumivitaminozásra. Az meg ez hangzik már! És az van, hogy a pipingnál ki kell fogni, hogy mikor van mondjuk akció. Tehát teljes áron nem minden termék annyira jó áras, vagy hát jó áras, de ugye mindig számolni kell a postaköltségre. Én mostanában azt a verziót szoktam választani, aminél benne van a vám is, meg minden, és akkor le van tudva, mert olyan időket élünk, amik úgyis megvámolják a külföldi csomagokat, úgyhogy szerintem érdemesebb biztosra menni. De így aztán jó pár ezer forint a szállítási költség, tehát sakkozni kell, leárazott gumivitamint kell venni, olyat, ami éppen havi akcióban van. És akkor most mutatok egy-kettőt, amit én vagy vásároltam, vagy éppen szedek is. Ezt a fajtát most éppen nem szedem, de annyira jó árban volt, ilyen 800 forint körülbelül, és... Mennyi van benne? 60 darab. Szóval, hogy ez az a kategória volt, amit megvettem, és ha majd immun tuningolásra lesz szükségem, akkor alkalmazni fogom magamon. És három fajtát szedek jelenleg. Az egyik ez a haj, bőr, körömvitamin. Nem merném még azt mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy ezért javul a bőröm, de
ki tudja. Kollagén van benne, E-vitamin, biotin, ilyesmik. Aztán szedem természetesen a napi női gumivitamint, ez valami isteni, megkóstolsz egyet amúgy. Uh-huh. Ez szerintem az, amiből nagyon nagy kár, hogy egyet kell szedni. Amúgy mindegyikre rá van ide írva, hogy hány darabot kell szedni, mert a hajvitaminből például kettőt kell, ebből egyet kell, és úgy érdemes kikalkulálni az árat, hogy mennyire éri meg. De ezt is valami ilyen 8-900 forintért leárazva vettem, úgyhogy nekem ez így abszolút megérte. És ebbe 100 darab van például, és egyet kell csak naponta szedni. Tehát ez iszonyatosan sokáig, ugye, hogy kurva jó. Nagyon finom íze van, és ez nagyon-nagyon-nagyon megérte, még úgyis, hogyha rászámolom a postaköltséget. És hát akkor a sajátos bolondulásom, a kedvencem a stressz gumivitamin, vagy hát stressz űző gumivitamin. Beszartok. Nem működik. Szerintem használ. Lehet, hogy nem tudom. Nehéz erről ilyen józanul gondolkodva nyilatkozni, hiszen a placebo miatt is használhat. Tehát lehet, hogy azt van, hogy amikor így érzem, hogy hú, idegbe jövök, és akkor elrágok két ilyen gumivitamin, már attól, hogy arra gondolok, hogy legyek jobban, attól elkezdek kicsit jobban lenni, de ha emiatt működik, vagy nem emiatt, mindegy, leszarom. Örülök, hogy működik. Szerintem működik valamennyire. Ja, van nagyon sok ilyen normál lenyelős vitaminből is ilyen stresszűző, nyugtató, jó alvást segítő náluk, de most mondom, most ezekre a gumikra vagyok rákattam, úgyhogy ja. Erre nem kell vigyáznod, hogy nem az volt, hogy belhallatszott, amikor az asztalra rátettek? De, abszolút. Akkor erre vigyázz. Csak az összes hallatszott, mi? Igen. Ne haragudjatok. Ja, amúgy, ha már kedvenceknél tartunk, bár nem gasztrokedvenc, de hogyha, hát most lehet, hogy érzékeltetek némi problémát a hangba, ez azért van, mert mikrofonunk van. Jó mikrofonunk, és hát nem kellett volna itt az asztalon dübörögnöm, de amúgy... Tech kedvencek. Ja, ez egy ilyen zárójelbe betett tech kedvenc, hogy konkrétan tesztelésre kaptunk, de megtarthatjuk, nem? Valami ilyesülőn van szó. Mi ez a mikrofon? Ez a Genesis nevezetű lengyel cégnek a Rádium 600-asa, és innen olvastam, igen, de már attól függetlenül írtam róla egy teszt cikket. Ezt a cikket, amit Peti írt erről, majd beteszem a leírásba. Folytasd. Azért is akartuk ezt meg említeni, mert egy cikkben nem tud átadni a hangot. Ja. Viszont most itt hallhatjátok, hogy főleg akik lelkesen néznek minket, és baszogatnak lelkesen. És baszogatnak a hang miatt, most egyértelműen hallhatjátok a különbséget. A vlogokban továbbra se lesz jobb a hang, mert azt úgy rögzítjük, ahogy éppen a napközben tudjuk, tehát van úgy, hogy egy telefonnal, van úgy, hogy a kis kamerával. Oké. Cukormentes keksz kedvenc. És kurva jó! Milyen fantasztikus, hogy van. Nem értünk egyet Petivel, mert neki ez lett a kedvenc, megfogod ezt a dobozt? Nekem viszont ez. Nekem ez a kamu Oreo jött. Hogy mondtam ezt? Nekem ez a kamu Oreo jött be. A Guyon nevű cégtől. Neked is Guyonod van? Nekem meg is Guyon van. Gullon, vagy hogy mondják ezt? Gullon. Nem is mondtam be, hogy a szemeteinket fogjuk bemutatni. Nem. Aki mentes élelmiszerek világában otthon van, az ismerheti már a márkát. Sok gluténmentes és sok cukormentes termékük van. Az gluténmentes is? Nézd, ott van az elején. Cukormentes keksz étesítő. Jó, akkor csak cukormentes az is. Igen. Meg szerintem ez is. Búzaliszt van igen, benne. Igen, igen. Szóval ezek cukormentes verziók. Ronditas. Hát nem tudom, hogy mennyit ér. Bele mennyivel, ronditas. Nem tudom, hogy mennyit ér. Nem tudom, hogy mennyivel jobb cukormentes kekszeteni, mint cukrosat, hogy tényleg olyan sokat jelente, mert a búzaliszt miatt mindenképpen szar. De mondjuk mit tudom én, ha cukorbetegek vagytok. Én amúgy azt gondolom, hogy ez a keksz például pontosan ugyanolyan jó, mint az Oreo. Tehát ha már kicsit kevesebb cukrot viszek be azáltal, én már attól is boldog vagyok, úgyhogy ajánlom én ezt. Peti, ez, meg ezt a kis csokis... Ez kurva jó. Ökörszem. Ez teljesen más, nem is akar semmire hasonlítani. Ezért érezném is benne cukor, de valahogy ettől lesz egy sajátos bája. Volt egy ilyen nosztalgikus érzésünk az egyik kajarendelésnél a múlt hónapban, mégpedig a Guru
val kapcsolatban. Ugye ez az a hely, ahol sok halas dolog van, meg csirkés, ilyen sült falatkák, rákok, halak, csirke, meldarabok, stb. És általában nachóval tálalják, vagy valami kis salátával, vagy ilyesmivel, és ez tipikusan a fesztiválos kaja szokott lenni, mert hogy így Szigeten, Balatonszándon, Volton is szerintem az ilyen nagy fesztiválokon régen mindig ki voltak települve, és annyira jó volt így látni, hogy az emberek mennek azzal a gurús dobozzal, és eszik a nachót, meg a halfalatkákat, szóval ez az ilyen félig rossz neked, és félig jó. Tehát mint egy picit egészséges lenne, de mégse kategóriájú dolog. És most rendeltünk tőlük valamelyik este, és egyfelől nagyon nosztalgikus volt, másfelől kurva jó a nachójuk. És tök jók azok a falatkák is. A halas is, meg a csirkés is. Szóval ez egy jó cég. És van náluk ugye, óriás palacsinta is, meg rengetegféle étel, tök érdekes, hogy vannak ilyen dolgok, amik hosszú ideje a piacon vannak, régen mondjuk az ember nagyon szerette, aztán így elfelejti őket, és akkor egyszer újra rendel. De nem csak amiatt, hanem úgy én jártam guruba. Például én jártam a Mamutba, a guru étterembe, és volt egy barátnőm, akivel mindig ott találkoztunk, és Waldorf salátát ettünk, meg ilyenek. Szóval, hogy ilyen régi kedvencem volt a guru, és tökre elfelejtettem őket, pedig ott vannak mindenféle kajarendelős oldalon. Úgyhogy, ha szeretitek az ilyen típusú dolgokat, lessetek rájuk. Mi ajánljuk, nem? Uh-huh. Mm. Hungry Today... kedvenc, jöjjön ez a rész. Jézusom, mi van veled? Megőrültél? Mert ez mindig van, és jó. Porsó főzelék. Értitek? Volt. Figyeljetek, az van, hogy ezt azért akarom elmondani, mert olyan durván baszó lett ez a kép, nem? Úgy jó. Olyan elképesztően néz ki, és figyeljetek, hogyha nem vagytok nagy főzelékesek, az ilyen időszakokban, amikor ezek a zöldségek éppen frissek, ott vannak előttetek is, és édesek, mint a méz, és finomak, mint a valami, amit nagyon szerettek. Szóval... a lényeg, hogy a friss zöldségek sokkal jobbak, mint a fagyasztottak, amiket így télen tud az ember előhúzni. Már mondjuk ez a borsóra nem igaz, mert a zsenge borsó fagyasztva az pont jó. Mindegy. Egyetek úgy zöldséget, hogy ne lisztes, tejes habarástól tocsogjon, hanem a zöldség adja meg a súlyát, meg a sűrűségét az egésznek, és igazából egy borsófőzeléket is be lehet sűríteni kb. Saját magával is, de én egy kicsit ilyen keményítővel sűrítettem, meg tejszín, vagy tejföl, már mit tudom én, mivel csináltam, de az a lényeg, hogy kis fűrt tojást tettünk rá, ti tettek sima tojást, vagy virslit, vagy amit akartok, azt tesztek rá. Borsófőzelék rengeteg peterezselyemmel. Tessék kipróbálni. Egyszer úgy, hogy nem a menzás verziót, hanem egy ilyen sok borsós főzeléket. És kértétek, és megadatott, Peti is erősen küzdött, hogy kedvenceket találjon az előző hónapban. Kettőt sikerült kierőltetni a magából. Két mondja, fantasztikus dolgot fedeztem fel. Az egyik és a másik is burger. Wow! De ez teljesen véletlenül jött össze, de tényleg a két olyan dolog, ami nagyon megragadt bennem, az a két burger. Az egyik, az, amit a leggyakrabban szoktam rendelni, ilyen csalónapokon. Neked van a csalónapja? Nagyjából majdnem mindegyik. Na, szóval az a Smoky Monkeys-tól a Smash Burger, ami gyakorlatilag egy összehalmozott hús halom, amit lapítva sütnek készre, belenyomják, bele zúzzák egy kis zsömle kéregbe, és valami elképesztő az a burger. Az, én ajánlom mindenkinek, hogy egyszer nekem kóstolja is. Meg, neked is. Varázslat, ami történik a szádban, az ízlelő rendszereiben, amikor ezt eszi az ember. A másik pedig... Várjál, mondjuk a Smoky Monkeys amúgy is kurva jó, igen. És voltunk is náluk, és van is róla videónk, ha régen nem követtetek minket, nézzétek meg, mert a húsok minősége szerintem azóta se változott semmit. Igen, ők nagyon vágják a grillt, nagyon. És nagyon, nagyon jól értenek a húsokhoz, és ez a Smash Burger, ez egy
Ez egy... Különleges csoda. Különleges csoda. Még nem ettem. Mi a másik? A másik pedig egy kicsit meglepő lehet, mert megyünk a fast food bugyrainak legmélyére, ugyanis a Burger King visszahozta az extra long szendvicseit, ami azért jó, mert nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, ilyen 8 évvel ezelőtt volt ez az extra long szendvics mánia. Ennek annyi volt a lényeg, hogy durván kétszer nagyobb, mint a rendes szendvics. Jó, ez tényleg nagyobb? Igen, ez hosszabb. Azért mondtad, hogy csak azt rendeled, de akkor igen, még jó, hogy azt rendeled. Igen, csak. Tehát, hogy ez egy nagyobb, a képen nyilván sokkal nagyobbnak néz ki, de attól függetlenül nagyobb, mint a sima burger, uh-huh. És valami semmi mással nem tud többet, mint a maga a chili cheese szendvics például. Cheese, aha, igen. Van egy új is, a curry is, abból is van long. Azt még nem kóstoltam, de nem tudom, burger, curry, állítok geció, de most mindegy. A chili cheese-t imádom, és ebből a long verzió igazából csak kozmetikájában és méretében más, de ugyanakkor, ahogy egymásra élnek a húsok benne, és a sajtok is, ahogy úgy jobban összefolynak, és a közepén ez koncentrálódik, teljesen más élmény. Így, ó, azt a kurva, nagyon jó, próbáljátok ki, amíg el nem tűnik újra. Nekem is ajánlod? Neked is ajánlom. Hát ez nagyszerű. Én meg tudod, mit ajánlok neked? Na. Az, hogy próbálj ki velem két különleges élelmiszert, hiszen a gasztrokedvencekbe, amikor csak tehetem, beleteszek valami olyat is, amit még nem próbáltunk, nem biztos, hogy a kedvencünk lesz, de lehet. Nem te voltál Friderikuszba? Nem. Az egyik újdonság. Rózsalé. Bemutatod arra fele, én meg addig olvasgatok róla. Ez a Red Rose nevű cucc, és én úgy sejtem, hogy ez annak a cégnek a műve lehet, akik most sok ilyen, hát kétfajta verzió van, ilyen almafröccsöt is dobozolnak, és van egy light verzió, meg van egy sima almafröccsös, és a light verziót kipróbáltam, és az nagyon rossz volt nekem, viszont ebbe a rózsásba én úgy bízom. Van benne 19% almalé, és természetes rózsa aroma. Little Bird Soft Drinks. Vegán. A Fruit Farmer Kft. Budaörsön készíti. Majd meg is nézem a honlapjukat, hogyha finom. Gyárit és hát nem mondom, hogy szép amúgy, de felkeltette az érdeklődésemet, és az jó. Meg nem? A kismadár is helyes. Jó, ezt nem is láttam. Uh-huh. Na, mit szólsz? Nem lenne rossz, viszont az, hogy külön rá van írva, hogy várjál, hozzáadott cukor nélküli? Nem. Cukros. De, édesítőszeres. Neked az. Igen. Nekem cukros. Tényleg is rá van írva, hogy 0,0. Ja. Én is ezt félre olvastam. Cukormentes. Így teljesen más. Ja, jó. Igen, ha cukros lett volna, azt mondtam volna, hogy miért nincs köszönöm. Akkor benne cukor? De cukormentesnek egész jó, nem? Uh-huh. Most ezt de tényleg, tehát hogy félre ne értsétek, nem arról van szó, hogy ha megtudjuk valamiről, hogy cukormentes, akkor szeretjük, hanem hogy nyilván tudod a kettő között, hogy azért van különbség. Igen, mert hogyha ez cukros lenne, akkor, és nem érzek benne semmilyen cukrot, akkor... Akkor nem értenem, hogy mi ez az édesítő mellékíz, nem? Mert igen. Azért van benne egy kis édesítő mellékíz. De így viszont király, szóval, hogy ebbe... Fekete répa sűrítmény. Ez ugye 250 ml-es, 1 decében 6 kalória van csak. Ez így ok. Ez jó így pofa, ok. Jó pofa. Azt mondom, hogy a cukormentes almafröccsük az nekem nem jött be, de így, hogy egy kicsit ez a rózsa elviszi egy másik irányba, szerintem ez működik. Csak ez a csomagolás annyira nem. Képzeld el, Péter, hogy kaptunk egy üzenetet a Facebookon. Mi menjünk a tegnap faszomba. Előtt olvastam el, nem akkor kaptuk, de akkor olvastam el. És valaki írta, hogy kóstoljuk meg a csiki sör chipseket. És így felrobbant az agyam, hogy ez az a dolog, amit már félretettem magamnak, befotóztam, már ott voltam, hogy ezt nekem meg kell szereznem valamikor, és meg kell kóstolnunk, aztán elfelejtettem. Úgyhogy ha ez a kedves hölgylány nem ír Facebookon, akkor lehet, hogy teljesen megfeledkeztem volna róla, de így elmentem szépen abba a csodaspárba, amiben szeretek járni ilyen furcsa dolgokért, és természetesen ott voltak. 4 verzió van, sima sós, snidlinges tejfölös, paprikás és sajtos, és a simán kívül
vettem a három másikból. 335-339 valami ilyesmi forintba kerül, tehát ilyen átlagos 70 grammos chips áron van nagyjából, de hát a miénk, nem? Vagy hát tiltott, és a miénk. Nézzük meg őket, Péter. Itt van a paprikás, a hagymás, tejfölös, és mondjad, és a sajtos. Sajtos. Melyikkel kezdjünk? Sajtos. Jó. Ó! Jó pofa állaga van. Igen. Nem olyan. De jó, ilyen nagyon krumplis. Keményen, ilyen krumplis. Aha. Lehet, hogy ez tényleg krumpliból van? Hát ez egy üdítő meglepetés. Ez kurva jó. Nagyon. Pityóka. Jaj, Istenem, de aranyos, igen, jó cucc, rá van írva. Hát figyelj már. Hát ők már megmondták előre, hogy ez jó cucc. Gluténmentes, tartósítószermentes, vegetáriánus. Az ott mit jelent? GMO-mentes, színezékmentes. Figyeld, krumplit meghámozván és megsózván, nem csak hogy jó és egészséges tápláló eledel, vélem mindenkor jó ízűn lehet kenyérgyanánt élni, és a reménységet meg nem csalja. Elipszilonos jével duplán. Én a reménységemet nem csalta meg. Ez kurva jó ez a chips. Nagyon. Tradíció és rock'n'roll. Nézzük a paprikát. Úristen! Micsoda szín! Amúgy nincs ilyen átütő, vagy ilyen durva illata, mert gondolom egyéb dolgokra sincs feltuningolva. Wow. Nagyon jó. Nagyon. Érezni, hogy nem ízfokozós. Nagyon jó textúrája. Nagyon. Az anyádat. Érezni, hogy kicsit alul van sózva a chipsekhez képest, viszont attól, hogy ilyen igazi íze van, ez kifejezetten jól áll neki, nem? Abszolút. Gyorsan nézzünk rá a hagymás tejfölösre, csak hogy vajon az egész paletta jó-e. Nem? Ennek se tódul az illata az orromba. Íze, igen. Szép, nagyon, nagyon szép, szép darabok vannak amúgy. Kurva jó! Én nem is számítottam, hogy ez ennyire jó lesz. Azt hittem, hogy ilyen félúton lesz a olcsó chipszek és a izék között. De nem. Kifejezetten prémium érzet. Vastagságra is. Mondom, egy kicsit szolidabb, visszafogottabb, de szerintem ez illik a mai trendekhez. Ez a magyar Kettleman konkrétan. Amúgy hasonló. Ugye? Az keményebb egy picit. Az keményebb. Tehát ilyen kicsit olyan ez a krumpli, mint hogyha egyszerre ilyen ledarált krumpli lenne, és attól ilyen az állaga, de közben meg olyan nagyon krumplis is. Nem is akarom jobban tudni ezt. Finom. Gyere ide, Pajti! Hogy érezted magad, Péter, ebben a videóban? Jobb volt, mint a legutolsó. Igen? Azt hiszem. Kaptál szerepet? Igen. 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 És... Folytatod ezt a továbbiakban? Kevesebb szemét volt, egy darab szemetünk volt. De most ez nem mindegy. Nem tudom, csak így kitoltam a szerepidőmet. Találkozunk a júniusi verzióban, és... Ez mikor várható? Júniusban. Júniusban? Júliusban. Bizony. Júliusban várható, és megígérjük, hogy addig... Eszünk. Gyűjtünk. Sétálunk. Jól érezzük magunkat. És rengeteg ilyen utazós, szórakozós tartalom jön. Várjátok ki! És a tagoknak elkezdtünk egy olyan sorozatot, hogy azokról a dolgokról is beszámolunk, amik nagyon nem jöttek be, amiket utálunk, amiket gyűlölünk. Szóval, hogyha ilyen tartalomra vágytok, akkor érdemes akár emiatt a tagságra csatlakozni. Igen, hogy lehettek Patreonon is támogatók, vehettek kitűzőt is, amit még mindig nem fotóztunk le. Még milyen jó lenne betenni ide egy gyönyörű most képet róla. Most ha se csináltnak egy pólót, hogy még nem fotóztuk le. A kitűzőt, igen. Szóval, ja, támogassatok minket, vagy ne. Az is jó, hogyha néztek, meg lájkoltok videót, az is sokat jelent, és sokat számít, és végülis ez a lényeg, nem? De, ja... De azért jó, ha tagok vagytok, vagy Patreonon ott vagytok, vagy legalábbis, ha már azok vagytok, akkor maradjatok velünk. Bizony. Nem?
Jó, oké, ennyit szántunk erre a hónapra, menjünk, hagyjuk ezt a szobába ülést, ez most ezen a nyáron nem sokszor lesz. Reméljük, nem? Ja, igen. Találkozunk egy következő videóban. Bye! Sziasztok!